azért ébredek fel, hogy a világot felrajzoljam nekünk. Nem titok, azért ébredek fel, hogy az útunk összeérjen bennünk. Sziasztok, Lázár vagyok a Dirty Sleepersben, ez itt pedig a ti kedvenceitek, a mi kedvenceink. Könyv vagy film? Könyv. Jelen vagy jövő? Mindenféleképpen a jövő azért, mert a jelen szerintem akkor igazán érdekes, hogyha a jövőre készülünk minden egyes alkalommal, minden egyes percben, minden egyes nap azért kelünk fel, hogy a jövőben mindent megvalósítsunk. Metallica vagy Iron Maiden? Iron Maiden. Kutya vagy macska? Na, csak kutya, mindenképpen. Turné vagy stúdiózás? Fú, ez egy nagyon érdekes dolog. Én mind a kettőt nagyon szeretem egyébként, a turnézás. Ugye rengeteget turnézunk a zenekarral, a Kárpát-medencében állandóan megy a zenekar. Ezért én azt gondolom, hogy az a legjobb, ha találkozol a közönséggel. Viszont annál jobb dolog, szerintem zenészként, de ezt te is pontosan tudod, nincs, amikor kijössz a stúdióból, meg elkészül a dalod, és aztán azt az emberek előtt be tudod mutatni, akár egy rádióinterjú, vagy egy tévén. Úgyhogy mind a kettő. Sör vagy bor? Bor csak is. Rémálom vagy másnaposság? Jó kérdés. Talán a rémálom egyszerűbb. DVD vagy mozizás? Hát régebben nagyon-nagyon szerettem moziba járni, és azt gondolom, hogy ez a mai napig inkább a mozi nekem nagyobb élmény. Fesztivál vagy klubbuli? Fesztivál csak is. 80-as vagy 90-es évek? 90-es. Könyvtár vagy táncparkett? Mind a kettő nagyon jó másért és másért, de legyen a táncparkett. Facebook vagy Instagram? Facebook. Piercing vagy tattoo? Tetoválás. Family Guy vagy South Park? Hú, mind a kettőt nagyon szeretem. Nehéz kérdés, de talán a South Parkhoz közelebb állt hozzám mindig is. Tea vagy kávé? Kávé. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen.